A Magyar Diáksport Szövetség 2014-ben fűzte szorosabbra szakmai partnerségét a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzattal. A cél az volt, hogy a korábbinál sokrétűbb, hatékonyabb utánpótlás képzést alakítsanak ki a megyei iskoláiban. Ezúttal a közgyűlés idei utolsó ülésén díjazták a legsikeresebben dolgozó testnevelő tanárokat, akiknek a koronavírus megjelenése óta új munkamódszerek szerint kellett dolgozniuk. A testlélek szellemnek a pallírozása minden tekintetben szerintem nagyon fontos dolog, és ebben a tekintetben a WHO-nak is van egy ajánlása, hogy napi 60 percet kéne az iskoláskorú gyerekeknek mozogni, most ebből most minden 10 gyerekből egy. Tehát ez egy nagyon-nagyon rossz arány, és ebben a tekintetben nagyon nehéz volt az iskoláknak és az iskolákban tanító testnevelő pedagógusoknak is a munkája az elmúlt időszakban. Ezért is kell, én azt gondolom, elismerni azokat a szakembereket, a pedagógusokat, akik kiváltképpen nagyon sokat tettek azért, hogy ebben az időszakban is napi szinten mozgassák, sportoltassák a gyerekeket, mert nagyon-nagyon fontos volt az ő munkájuk. Baracsi Endre, a Megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület elnöke arról beszélt. Az elmúlt másfél évben az eredményesség másodlagos volt, a testnevelő pedagógusok azonban ebben az időszakban is lelkiismeretes munkát végeztek. Nagyon büszke vagyunk arra a munkára, és itt nem csak a díjazott testnevelőkre gondolok, hanem minden testnevelőre, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében teszi a dolgát. Nagyon büszkék vagyunk erre a teljesítményre. De a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a Magyar Diáksport Szövetséggel együtt pontosan azért hozta meg ezt az együttműködési megállapodást, hogy ezáltal is hangsúlyozza azt, és lényegében elismerje ne csak erkölcsileg, hanem anyagilag is azt a kiemelkedő teljesítményt, amely a diákolimpiai rendszerben végzett kiemelkedő teljesítményt díjazza. Az eredményességi kitüntetésben részesülő Vajda Tamás az általános testnevelés órák mellett fiatalok tucatjaival ismertette és szerettette meg a kosárlabdát a megyeszékhelyen. Több mint 25 éve tanítok és foglalkozom kosárlabdával. A kosárlabdát még Nagykállóban kezdtem el, amikor elvégeztem a főiskolát. A Bessenyei György tanárképző főiskolán végeztem, földrajz testnevelés szakos hallgatóként, és utána kosárlabdával kezdtem el foglalkozni. Ott még lányokkal értünk el sikereket, és rá egy 5 év múlva kaptam egy lehetőséget, hogy Nyíregyházára az akkori 2. számú gyakorló általános iskolával jöttem testnevelőnek és kosárlabdaedzőnek. Most már ugye Nyíregyházi Apáczai Csere János általános iskola is, ami a neve. A közgyűlésen díjat kapott még Tóth János László, a Nyíregyházi Móricz Zsigmond általános iskola és a Bethlen Gábor gimnázium és általános iskola korábbi pedagógusa, Siposné Balog Anna, az Apagyi-Zrínyi Ilona általános iskola, Kazamér László, a Vásáros-Naményi Ötvös József általános iskola, Kósa György, a Pátrohai Móricz Zsigmond általános iskola, Csoma Ferenc, a Szatmár Csekei Kölcsei Ferenc általános iskola és alapfokú művészeti iskola, valamint Lakatos László, a Szabolcs-Bákai dr. Kozma Pál általános Szabolcs-Bákai tagiskolájának testnevelő tanára.